kilométeres verseny. És tegnap a négyes vezérevezőseként, strokeként bronzérmes a németek és a kínaiak mögött. Ennek nem nagyon örültek. Rita az előfutamban azt mondják, hogy soha ilyen időt nem ment ezen a pályán senki, mint ő az előfutamban. Ez sokat jelent, de nem minden természetesen. Délelőtt Schmidt-tel versenyzett a középfutamban a döntőbe jutásért. Hogy Schmidt teljes erővel mente vagy sem, nem tudom, minden esetre Kőbán Rita bár közel 3 másodperccel ment rosszabb időt, mint az előfutamban, de így is biztosan győzött. Nagy ellenfél lesz az alig ismert Susanne Gunnarsson, a svéd négyes vezérevezőse. 7-es pályán megy Birgit Schmidt, 5-ösön Kőbán Rita, 6-oson Gunnarsson. Azt hiszem, persze jósolni nehéz, hogy ez a három hölgy dönti majd el az érmek sorsát, bár ott van a 2-esen a többszörös világbajnok Katrin Borchert is, aki mindaddig, míg Schmidt szült, és 2 ilyen alkalom volt tudomásom szerint, Borchert nyerte a világbajnoki címet német, közelebbről NDK színekben, 89 és 91-ben. Most ausztrálként van jelen, és nagyon jól ment szintén a középfutamban. Itt van Caroline Brunet, kanadai, aki 200 méteren volt bronzérmes, és ezen a távon negyedik. Ő a négyes pályán lesz. És nagyon jól ment Josefa, Idem is, aki ugyan szülés után 3 hónappal az 1990-es év világbajnoka, akit a képen látnak, ez egyébként Caroline Brunet. Az imént említettem őt, és soroltam fel eredményeit. Tehát visszatérve, Josefa Idem is volt már világbajnok, mert általában bronzérmes, mint ahogy 94-ben is az volt, 3 hónapja szült. Ő azt mondja, hogy legalábbis a minősítésért küzd, vagyis azért, hogy az olimpián ott lehessen külön verseny nélkül, ehhez 8-ban kell, az első 8-ban kell végeznie. Én azt hiszem, ennél ő jobb lesz. Tehát Kőbán Rita az 5-ös pályán. A 3-as Ursula, Profanter, Austria. Többek meglepetésére került a döntőbe Ursula Profanter, viszont nagyon jól ment, nyilvánvaló, itt nincs protekció, az óra is, és a sorrend is ezt mutatta. Úgyhogy ő is az első 5-ben várható. Kőbán Rita volt az, aki, és ő van most a képen, ezért említem, aki mind a két szereplése alkalmával a szingliben, az egyes hajóban, rendkívül jó levezet, hogy úgy mondjam, szinte leszegett fejjel, nem nézve se jobbra, se balra, irtóztató jól rajtolt. Az egyesen itt alul majd a spanyol négyes egyik tagja, Belen Sanchez. Tegnap 8-ak lettek a négyes hajóban, ezen a távon is van már helyezése, 6-dik volt. Na itt van Karin Borchert, akit említettem, hogyha nem volt Schmidt, akkor Borchert volt a világbajnok. Változatlanul nagy csillaga a női kajakozásnak. Ez Profanter az osztrák, Brunet a kanadai, Kőbán a következő. Gunnarsson nagyon veszélyes, pedig nem tudunk róla úgy szóval semmit, eredményei nincsenek. Birgit Schmidt, a császárnő, nem is királynő. Iwona Pyzalska Lengyelország, Dilevska távollétében ő a legjobb, és itt van Josefa Idem, aki német eredetileg, olasz férje van, így lett olasz állampolgár. Jaj, te kéne egy nagyon jó rajt, és akkor biztos, hogy a véghajrában ott lesz. Kőbán Rita is. Hogy indult meg a hajó? Nézzük, csak ott Ritát látják fönn egy kicsivel, mintha előbb lenne a többieknél, mintha egy 2 centivel hatalmas lendülettel, de lent alatta egyel Brunet is irtóztató erővel. Schmidtet mutatják, Kőbán és Brunet, ők 2-es, 4-es, 5-ös hajó, és fölöttük Gunnarsson. A rózsaszín hajó is ott van, a 7-esen, ő is versenyben erősen. Norita Brunet-vel csatázik, és a túlsó oldalon még 2-en Gunnarsson és Schmidt.
Minden esetre ez a négy hajó valamelyest, minthogyha Brunet lenne elől, de ott van Kőbán is jól versenyben. Fogja bírni Brunét, mutatják nem véletlenül, hiszen ő vezet a versenyben, 250-hez közeledik már a mezőny. És a túlsó oldalon Gunnarsson, Schmidt csak a negyedik helyen e pillanatban. Rita, elé kellene kerülni most már lassan Brunének, fog-e menni, gyerünk Rituska. Kicsit rángatózik a hajó, de hatalmas erővel veti magát előre, de zárkózik fölfelé, és mit is? Egyelőre Brunet és Kőbán, Schmidt, mintha visszaesett volna. Brunet és Kőbán, most már csak ketten vannak versenyben, Rita, Brunét meg kéne verni, 100-120 méter lehet még hátra. Kőbán, Rita nagyszerűen halad együtt, Brunet a túlsó oldalán és Gunnarsson. Birgit, Schmidt teljesen leszakadt, Kőbán, Rita, mint egy fél hajóval vezet, sőt, van ez már vagy háromnegyed is, gyerünk, Rituska, a végén már nem szabad veszteni, egy hajó előnye van, még soha magyar nő nem nyerte meg ezt a számot, több, mint egy hajó előnye, innen már csak besétálni, és világbajnok Kőbán, Rita, több, mint egy hajóhosszal, óriási fölénnyel, világbajnok Kőbán, Rita, második Brunet, harmadik Borchert, negyedik Gunnarsson, és csak ötödik Birgit Schmidt. Na hát, ez igen, jó van, de még hogy mennyire jól van. Csodálatos. Mondom, itt közben azt hiszem azt üvöltöttem önkívületi állapotban, hogy még magyar nő nem nyert kajak egyesben, és Rita végig most már elmerem mondani, valami olyan csodálatos formába ment. Annyira érezhető volt, hogy most aztán nincs idegeskedés, nincsenek kicsi apró hisztik, nincs panasz, ez fáj, az fáj. Csöndben ült, és azt hiszem, hogy Ambrus Judit Rita nővére nagyon nagy segítségére volt. Nagyon sokat jelentett, hogy itt volt vele, rengeteget láttam őket, hogy meghittem, beszélgettek, nem tudom pontosan miről, hogyan, de tény az, hogy Rita végig hihetetlen nyugodt volt. Ma reggel találkoztam vele, és hát csak hülyéskedve, hogy úgy mondjam, mondom neki, hogy kötelezzem már le engem azzal, hogy megnyeri. Annyira jót tenne nekem ezzel. Mondta, hogy kérem, rendben van, hát ha csak ez a kívánsága, majd nagyon igyekszem. Hát nem tudtam, hogy ennyire komolyan veszi a dolgot. Brunet egy kicsit ránk ijesztett, szó ami szó. Borzasztóan bekezdett, ahogy mondani szokták, rettenetes erővel ment. És már kezdtem félni 200-nál, azt sem tudtam, ugye itt van Birgit Schmidt, az idős hölgy, ahogy mondják a háta mögött a mezőny hölgytagjai. 1 perc 50,978, ez megint az a nagy idő, amit az előfutamban ment. Nem ment még 1.51-en belül soha senki ezen a pályán. 1.53 fölött nyert fölényesen Birgit Schmidt ellen a középfutamban is Rita. Tehát ez már nagyon-nagyon kijárt Kőbán Ritának. Már nagyon-nagyon beérett, hogy szinte már csak nem túlérett, olyannyira beérett ez a győzelem, hiszen már úgy éreztük, és kimondva kimondatlanul a sportág tagjai is, vezetői is úgy érezték, hogy talán, tessék megnézni mennyivel, csak nem egy másodperccel verte meg, közel 15%-at ilyen egy másodperccel verte meg a második helyzet Brunét, harmadik Gunnarsson, a negyedik Borchert, sőt, hetedik lett csak Birgit Schmidt,